Ma délután az a célom, szeretnék végig szaladni veletek azokon a jeleken, amelyek lehet, hogy némely dolog ijesztően hangzik, és nekünk adventista fiataloknak leginkább ez szokott a problémánk lenni, hogy kezdettől fogva, kiskorunktól kezdve esetleg halljuk, hogy idők jelei és stb. És hogy ezek milyen félelmetesek, és mi minden vár az adventista fiatalokra, meg adventistákra egyáltalán a végidőben. Én mindig abból az irányból szeretném ezt az egészet megközelíteni, amit Jézus mond. Most mondtam meg nektek, mielőtt meg lenne, hogy amikor majd meg lesz, higgyetek. Ez a motto. Az idők jeleit nem azért nézzük, hogy A. ránk jöjjön a frász. B. hogy azt mondhassuk a többieknek, hogy ugye megmondtam. Mi adventisták megmondtuk. Az idők jeleit mi azért nézzük, és azért figyeljük, mert Jézus azt mondta nekünk, hogy figyeljünk oda. Figyeljétek az idők jeleit, és amikor a jeleket látjátok beteljesedni, akkor megerősödik a hitetek. Tehát nem ijesztés, meg nem büszkeség, adventista büszkeség. Egyszerűen Jézus ránk bízta, hogy figyeljük, kémleljük az eget, hogy meg tudjuk állapítani, hogy hol járunk az időben. És a másik kedvenc igém, amit ide szintén beidéztem nektek, Ámos könyvében azt olvassátok, hogy az Úr semmit nem cselekszik addig, és anélkül, hogy ne szólna. Ezt mondhatnám egy szóval is. Isten micsoda? Vagy kicsoda ő? Ő a... Mit mond a Biblia? Isten a... Hangosan. Ti nem hallottátok még ezt az igét? Isten a szeretet. És hogyha egy szülő szereti a gyermekeit, akkor mindig előre szól. Ha megyünk valahova, akkor azt mondom a fiamnak, hogy kisfiam, megyünk ide és ide, igaz? Az Úr ugyanígy viszonyul hozzánk, ő egy atya. Ő a mi mennyei atyánk, és azt mondja, hogy semmilyen lépést nem tesz addig, és anélkül, hogy ne szólna nekünk előre, mindenről előre. Úgyhogy most ilyen jeleket fogok, összesen 4-et hoztam nektek. Lehetne nyilván többről, de én az elmúlt 2 évből 4 jelet gyűjtöttem össze, ami számunkra fontos mérföldkő. Az első a készfogás. Ki az, aki olvasta már Ellen Goodwight Nagy Küzdelem című könyvét? Akik még nem olvasták, nem baj, ez nem arcapirítás, egyszerűen csak szeretnék megkérni benneteket, hogyha tehetitek, olvassátok el. Egy kicsit olyan ez a könyv, mintha a holnapi újságot olvasnád. Igaz, hogy 130 éve írták, de olyan információk vannak benne, olyan mérföldkövek vannak benne, amire beleolvasol, és tudod, hogy aha, most itt járunk. Miért? Hogy amikor meg lesz, akkor majd higgyetek, mondta Jézus. Na most ebben a könyvben van szó egy bizonyos készfogásról. Nem tudom, hallottatok-e, hogy kinek kell kezet fogni kivel, és ez egy nagy jel lesz. Az Egyesült Államokról és a pápai államról beszél Ellen White. De mikor beszél erről? A Nagy Küzdelem című könyvet 1888-ban adták ki először. Ez hány éve volt? Ki tudja gyorsan felszámolni? 120, lassan 130, 120, mennyi? 8, ugye? Remélem, jól számolok, nem tudok fejszámolni. Tehát mondhatjuk azt, hogy 3 generációval ezelőtt írták, hogyha 40 évenként számolunk egy generációt. Na most sokkal érdekesebb, ha megnézed, hogy egy mondat mikor hangzik el, milyen szövegkörnyezetben és milyen történelmi helyzetben, mint hogyha csak egyszerűen azt mondod, hogy hát Ellen White azt írta, hogy az Egyesült Államok kezet fog fogni a pápai hatalommal. 1888. Mi van Amerikában 1888-ban? Milyen kapcsolat van a pápaság és Amerika közt? Vagy egyáltalán Római Katolikus Egyház és Amerika közt 1888-ban? Ki szereti a történelmet? Ma, akik nem szeretik, azok ma vagy megszeretik, vagy engem nem fogtok szeretni az egy óra végére. 1888-ban ez a válasz, semmilyen kapcsolat nincs. Semmilyen kapcsolat. Amikor Amerika megalakul, mint független állam, illetve államok szövetsége, ugye ezt hívjuk függetlenségi háború, aztán függetlenségi nyilatkozat, ismeritek, az 1700-as évek végéről beszélek, akkor még egy darabig, egészen pontosan 1867-ig egyfajta konzuli kapcsolat van a pápai állam és Amerika között. Na most, ez a konzuli kapcsolat George Washington alatt kezdődik, és a 60-as években ér véget. Tehát ez a konzuli kapcsolat egy olyan állammal van, amely igazából egy ilyen élő-halott állapotban van. Hogyha ismeritek, vagy hallottatok már a Bibliának erről a proféciájáról, hogy 1798-ban, tehát egy évvel később,
Berthier tábornok a franciák, ugye a francia hatalom megbízásából bevonul Rómába, a pápát leveszi a trónról, elviszi fogságba, stb. Gyakorlatilag akik akkor éltek, és hogyha az ő visszaemlékezéseiket olvassátok, akkor azt találjátok, hogy nagyon sokan úgy tekintettek az egész eseményre, mintha megszűnt volna a középkor legnagyobb egyháza. Azt mondták, hogy hihetetlen, de a szemünk előtt egyik napról a másikra véget ért az egész pápaság. Mi történik itt? Most képzeljétek el, egy ilyen történelmi helyzetben Amerikának azért van konzuli kapcsolata, de mivel? A pápai államnak a maradványaival. Nincs igazából hatalma, sem eszmei, sem politikai hatalma a pápaságnak ebben az időszakban, míg végül 1867-re eljut odáig a viszony, a jószomszédi viszony, Amerika meg Vatikán között, a pápai állam közt, hogy Amerika azt mondja, hogy na jó, ebből nem kérünk többet. Ekkor egy olyan pápa uralkodott, aki 9. Pius volt ő, akit gyakran láttok magyar festményeken is. Láttátok már Zichy Mihálynak a Pusztítás géniusza című festményét? Lehet, hogy láttátok, rajta van sátán lerajzolva, stb. És a háttérben ott van 9. Pius. Tehát Európa szerte, meg világszerte ezt a pápát úgy ismerték, hogy nem egy pozitív személyiség. Ő volt az például, aki kimondta, hogy nem is tudom, például ő mondta ki azt, hogy minden eretnekség, minden. Eretnekség a materializmus, eretnekség a evolúcionizmus. És ezekkel igazából még egyet is tudnánk érteni, mert az evolúcionizmusnak mi köze van az igazsághoz? A Biblia alapján semmi. Materializmus azaz, hogy az anyagba veted a hitedet, és az anyagiakba veted a hited, és minden csak az a valóság, amire rá tudsz állni. Ez kizárja a hit fogalmát, stb. De ebben a felsorolásban, amit ez a pápa tett akkoriban, van egy pont. Mit nevezett még ez a pápa eretnekségnek? A Biblia társulatokat. Tudjátok, hogy az, hogy mi most itt Magyarországon adventisták vagyunk, ez jó részt a Biblia társulatoknak köszönhető? Járt már valaki a Lánchídnál? Kezeket fel. Jó, akkor mindenki járt a Lánchídnál. Emlékeztek, hogy a Lánchídnak a budai oldalán hogy hívják azt a teret? Clark? Ádám tér. Ki volt Adam Clark? Egy angol építész. Hozta a barátait is. A barátai pedig bibliatársulati tagok voltak, és gyakorlatilag az 1800-as években elkezdett beindulni Magyarországon is a bibliatársulat, olyannyira, hogy az az ember, akit első adventistaként ismerünk, ő igazából már a bibliatársulatoknál kezdte. Ez a bizonyos Rottmeier János, jól emlékszem a nevére. Ő a bibliatársulatokkal kezdte. Na most képzeljétek el, hogy ekkoriban a pápaság kimondta azt, hogy ez az egyik legnagyobb eretnekség. Nem annyira szerette a pápaság ekkoriban sem a szabad gondolkodást, sem a protestantizmust, sem a Bibliát, sem a bibliatársulatokat, sem a gondolatszabadságát, sem azt a bizonyos szabadság vágyat és szabadság értést, ami Amerikában megvolt. Így Amerika azt mondta, hogy na jó, befejeztük, örökre, kész, vége. Nincs többé kapcsolat. Olyannyira, hogy 1984-ig, én ekkor voltam 2 éves, 1984-ig semmiféle diplomáciai kapcsolat nincs az Egyesült Államok és a pápai állam közt. Na most képzeljétek el, hogy egy asszony, egy özvegyasszony, ugye ekkor Ellen White már 1888-ban már 7 éve özvegy, leírja azt, hogy az Egyesült Államok protestánsai elsőként fognak átnyúlni a szakadék fölött, és kezet nyújtanak a spiritizmusnak, erről most nem tudunk beszélni, és átnyúlnak a mélység felett is, hogy a római hatalommal kezet fogjanak. Kedves White testvérnő, nem tudom, mennyire vagy képben az aktuál politikával, de 20 éve nekünk semmi közünk nincs a pápasághoz. Most szakítottunk meg minden konzuli, meg mindenféle diplomáciai kapcsolatot. Miről beszélsz? Ez a mondat körülbelül ilyen bután hangzott abban az időszakban. Senki nem hitte volna, hogy Amerika átnyúl a szakadék fölött, és kezet fog. Na most ez a készfogás, ennek a készfogásnak van egy története. Így gyorsan végigszaladtam egy pár dián, és nem fogok, ígérem, nem fogok róla részletesen beszélgetni, de mindig volt egy kéz, aki megpróbált átnyúlni, de Amerika mindig visszahúzta ezt a kezet. Például 1928-ban, ez kereken 40 évvel, egy generációval van a könyv a nagy küzdelem megszületése után, megjelenik az amerikai elnökök palettáján az első elnökjelölt, aki római katolikus. Na most, hogyha megnézitek a Jópolgár című lapnak a karikatúráját, akkor itt van ez az L. Smith nevű jelölt, nem lett végül elnök, és hátul valaki ezt a nagy lufit, amiben el mosolyog ránk, valaki fújja. Megismeritek, hogy ki ez, aki ott fújogatja ezt a lufit?
Igen, igen, a pápa. Most gondoljatok bele, Amerikában rögtön feltűnt, és mondhatnám úgy, hogy kiütötte a biztosítékot azt, hogy micsoda a római katolikus elnök jelölt, na ne vicceljünk már, ez biztos, hogy a pápa fújja a háttérből. És hogyha megnézitek közelebbről a képnek a még két pontját, és ezt szeretném egy kicsit közelebb hozni, amikor a pápa állít elnök jelöltet az ő felfogásuk szerint, nyilván ez egy republikánus lap volt, Al Smith pedig demokrata jelölt, akkor két dolog a földre kerül. Itt látjátok a földön az egyiket és a másikat. Mi ez a két dolog? Az egyik a Biblia, másik? Az alkotmány. Tehát az amerikaiak fejében, legalábbis a republikánus többség fejében, ugye ez akkor még abszolút többség volt, egyértelmű volt, hogyha Róma itt bármibe beleszól, akkor a Bibliának annyi, és a mi szent alkotmányunknak annyi. Az amerikai, nem tudom, ezt kisztán meg tudja erősíteni. Azért büszkék vagytok az alkotmányotokra, nem? Ja. Köszönjük a megerősítést. Aztán újra volt egy próbálkozás, egy kéz át akar nyúlni a szakadék fölött. Jelzem, még egy mondat, Al Smithnek az emléke azért nem tűnt el teljesen. Nem tudom, mennyire tudjátok, hogy Amerikában most mikor október-novemberben jön az utolsó forduló, és az utolsó forduló előtt van egy Al Smith emlék reggeli vagy ebéd, nem tudom, amit New York városban tartanak, New York város püspökének az elnökletével. Ez ilyen jótékonysági rendezvény, de kifejezetten annak emlékére, hogy lám, Amerika is állított végre egy római katolikus elnökjelöltet. Tehát ez 1947-49 valahogy így, onnantól kezdve van ez az emlék esemény, és most is várható nyilván a választások előtt az emlék reggeli. Megint egy kéz próbálkozik, ezúttal Truman elnök. Truman elnök saját hatáskörében, már 1951-ben járunk, Truman elnök saját hatáskörben kinevez egy konzult, egy küldöttet, és elküldi őt Vatikánba. Országos tiltakozás következik. Olyannyira, hogy azt olvassátok, hogy a nemzetet mélységesen felzaklatta az elnök döntése, írja ezt egy évekkel későbbi értékelésben egy egyébként római katolikus történész. Amerika diplomáciai kapcsolatot épít Vatikánnal, és az amerikaiak azt mondják, hogy na ezt nem, ez semmiképp. Mi amerikaiak vagyunk, nekünk van alkotmányunk, nekünk van függetlenségi nyilatkozatunk. Az alkotmányban benne van az, hogy egyetlen egy vallást sem lehet kiemelni a többi közül, mert hogyha Amerika, mint állam, államok szövetsége kapcsolatra lép egy egyházi állammal, ezzel mit tesz? Mint egy kiemeli a többi egyház sorából ezt az egyházat, igaz? És az amerikai protestánsok az 50-es években még azt mondták, hogy ez semmiképp. Igen ám, de itt vagyunk az 50-es években. Mi indul el az 50-es években? Történelemből ismét. Ugye vége van a II. Világháborúnak, és ott van Amerika, mint egyedüli nagyhatalom a palettán. Ki az, aki az amerikai bölényen kívül lát még egy medvét is a színpadon, egy vörös medvét? Melyik a másik nagyhatalom ebben az időszakban, aki? Ugye? A Szovjetunió. És a Szovjetunió a fő gonosz. Bizony, hát valamit tenni kell a Szovjetunióval, hát veszélyezteti a szólásszabadságot, egyáltalán az emberi szabadságjogokat, különben is mindenféle szörnyű dolgokat tesznek a kommunisták, és még ráadásul ateisták is. Ezt Amerika nem tűrheti. Ezért Amerika muszáj, hogy engedvényt tegyen a saját alapelveiből, és eljutunk 1982-ig. 50 perc a vatikáni könyvtárban, zárt ajtók mögött, csak négy szem közt beszélgetnek, II. János Pál és Reagan elnök. Az amerikai elnök leül beszélgetni a pápával. Ma már ez nem poén. Akkoriban ez teljesen új volt, teljesen új jelenség. Leülnek beszélgetni 50 percet, és állítólag a közel-keleti helyzetről beszélnek. Legalábbis 1982-ben még mindenki így tudta. Aztán, amikor a Time magazin 1990-es, tehát tudjátok, a Szovjetunió megszűnése, vagy hát felbomlása után, a Time magazin megjelentetett egy hosszú, talán 10 oldalas jelentést, meg oknyomozást erről az egész eseményről, akkor a Time magazin leírja, hogy ez egy szent szövetség volt, itt nem a közel-keletről volt szó, vagy nagyon röviden lerendezték a közel-keleti helyzetet. Ebben az 50 percben ők a Szovjetunióról beszélgettek. És innentől kezdve beindult egy gépezet. Tudjátok, a politikában van egy nagyon jó módszer. Hogyha úgy képzeled el, és úgy próbálod meg az egész politikai helyzetet vázolni, hogyha ez egy dominó, akkor csak meg kell találni, dominósor, akkor meg kell találni a legelső pontját, igaz?
hogyha dominó sorként tudod vázolni, hogy hogy néz ki mondjuk a Szovjetunió felépítés, akkor elég a legelső dominót megtalálni. Mi volt ez a legelső dominó történelmből, ki emlékszik rá? Melyik ország a Szovjetunió közelségében? Lengyelország. Ugye a pápa lengyel volt, ne felejtsétek el. És honnan indult el a Szovjetunió bukása? Lengyelországból. Hogyan? Hogyan lehet egy diktatúrát lebontani? Nem tudom, csináltatok-e már ilyet mostanában. Szerintem egyikünk se csinált még ilyet, de azért egy néhány tippet a történelemből tudunk. Hogyan lehet? A közvéleményt kell formálni. Hogyan lehet a közvéleményt formálni? Hát, én adom a közvéleményt, te pedig továbbítod a közvéleményt. A katolikus egyház kiváló eszköz arra, hogy a közvéleményt formálja. Ez egy idézet volt, ezt nem én mondtam, ezt Hetesi Zsolt csillagász mondta 10 évvel ezelőtt egy interjúban, amikor ő maga is és több magyar, meg nemzetközi tudós szót emeltek ez esetben a globális felmelegedés miatt. Hetesi Zsolt ekkor 10 évvel ezelőtt, meghívtuk egyébként hozzánk is az egyik gyülekezetbe előadást tartani, csak aztán megdöbbentett egy mondatával, amikor kimondta ezt, hogy szerinte a világon a legjobb eszköz arra, hogy a globális felmelegedést és egyáltalán az ökológiai katasztrófát megállítsuk, az a római katolikus egyház. Lehetne tőlem, mondja Zsolt, egy golfklub is, de egy golfklubnak nem feltétlenül olyan nagy a hatásköre, mint ennek az egyháznak. És igaza van, nem? A világon bárhova mész, mindenhol megtalálod ezt az egyházat. Na most ezt már régen elnök is tudta, és egyébként Hetesinek a gondolatára, 10 évvel ezelőtti mondataira még majd visszatérünk, de ezt régen elnök is tudta. Itt van egy lengyel származású pápa, itt van a lengyel kapcsolatok. Ugye Lengyelország soha nem volt ortodox katolikus, mint mondjuk Oroszország, amiből végül is a Szovjetunió lett. Lengyelországban azért a római katolicizmus az már még akkor is állt, a kommunizmus alatt is. Ezért elkezdték felhasználni a lengyel templomokat és a lengyel kapcsolatokat. A templomoknak az alaksorában nyomdák működtek, a híveknek elkezdtek arról prédikálni, hogy milyen rossz, bizony, a Szovjetunió, stb. Egyre nyíltabban kezdtek erről beszélni, szamizdat anyagokat, tehát ilyen röplapokat, meg mindenféle anyagokat másolgattak és terjesztettek, és a katolikus papok voltak azok, akik működtették a nyomdákat, és hozták be a nem is tudom hány millió dollár értékű kommunikációs eszközöket és nyomdaeszközöket, stb. Ez a Time cikk, a Time magazinban ez a cikk, ezeket gyönyörűen feltárja. Érdemes elolvasni annak, aki tud angolul, ez fent van ingyenesen elérhető a Time magazinnak a honlapján. De tudjátok, ez azzal járt, amit mondtam, kezet kellett fogni. Most már senki nem beszélt arról, mire eljutunk 1982-84-re, hogy várjunk, hogyha elkezdünk kezet fogni, akkor az alkotmány, meg a Biblia a földre kerül. Mert a nagyobb jóért be kellett engednünk ezt, mondták az amerikaiak. És ekkor kezdett teljesedni Ellen White-nak a gyakorlatilag 100 évvel korábban elmondott szava, ami akkor történelmileg teljesen irreleváns volt. Nonsens. 100 évvel később elkezd beteljesedni, és ma hol tartunk? Hol tartunk ma? Történt valami ugyanebben a témakörben mostanában? A két kéz átnyúl a szakadék fölött, végül megtalálják egymást, egy fehér kéz és egy fekete kéz. Emlékeztek erre a napra? Kereken egy évvel ezelőtt volt, és hát majd, igen, kereken egy évvel ezelőtt. Ez a fehér ruhás úriember, akiről egy jezsuita blogon olvastam, hogy akár mekkora rockstar Yoda mester, meg a többi Star Wars hős, nekünk ő a legnagyobb rockstar. Ezt írja egy jezsuita, ugye ő maga is ebbe a rendbe tartozik, Ferenc pápáról van szó. Ferenc pápa John Bauer meghívásából, aki nyilván ez is a kampányszöveg része, szintén jezsuita neveltetésben részesült, és erre nagyon büszke, addig dolgozott, most menj nyugdíjba egyébként rögtön az esemény után egy-két hónappal, hogy Ferenc pápát meghívta a kongresszus elé. A kongresszus az Amerikának a legfelső, hát a parlamentje gyakorlatilag. Az egész amerikai politikai krém jelen volt ezen a beszéden. Tudjátok, ez 100 évvel ezelőtt, 50 évvel ezelőtt még lehetetlen lett volna. Elképzelhetetlen lett volna, hogy immár nem egy templomban, hanem a politikai törvényhozás helyén egy egyházfő beszéljen. Amerika ezzel ellentmondott a saját alkotmányának, és hallottatok ilyen szót Amerikából, hogy hello, az alkotmány, amire olyan büszkék vagyunk, hova lett? Hallottatok ilyen hírt, vagy szót? Nem.
Alig beszélnek, néhányan beszélnek csak róla. Ők meg hamar megkapják az antikatolikus matricát a homlokukra, hogy te nem szereted a katolikusokat. Nem, itt nem erről van szó. Arról van szó, hogy Amerikát és az amerikai szabadság eszmét kiindította el. Kiindította el az amerikai szabadság eszmét. Maga az Úr. Jelenések könyve 12. fejezetében olvashattok erről, hogy azok az eszmék, amiket Amerika felismert, mint a szabadság alapvető eszméi, és amiket az alkotmány is tartalmaz, ezeket maga az Úr találta ki. A pápa beszédet mond a kongresszusban, semmi extrát nem mond, hogyha elsőre olvasod. Ha másodszorra olvasod, elkezdesz gondolkodni, ha harmadszorra olvasod, lehet, hogy egy picit meglepődsz. Miért? Arról beszél, hogy meg kell állítanunk a globális felmelegedést, arról beszél, hogy az igazságos törvényhozás eszközeivel nektek, mint törvényhozóknak, segítenetek kell a nemzet, az egyén, a család egységét helyreállítani. Ez még nem is lenne gond. De várjunk, miről beszél? Azt mondja, úgy tekintek rátok, mint Mózesre. A törvényadás, ő is törvényadó volt és pátriárka, ti is törvényadók vagytok és pátriárkák, és az igazságos törvényhozás eszközeivel állítsátok helyre az egységet, az összetartozás érzetet. Na most, hogyha ők Mózes honnan vette a törvényét? Ki adta Mózesnek a törvényt? Mózes a törvényadó? Nem. Én úgy tudom, hogy az Úr a törvényadó. Akkor, hogyha ő úgy tekint rájuk, mint Mózesre, akkor ki a törvényadó? Ki az Isten? Ebben a felállásban. Ott áll fehér ruhában. És ha megnézitek a többi mondatokat, akkor el is kezd arról beszélni, hogy néhány hónappal korábban, ez 2015 szeptembere, 2015 május júniusban ő kiadott egy hosszabb írást arról, hogy hogyan lehetne megállítani a globális felmelegedést. És ennek ezt a hosszabb írását úgy hívják, hogy Laudato Si, ajánlotta a politikusoknak. Obama egyébként dicsinnus zengett erről az írásról. Ebben megtaláljátok azt, hogy az egység helyreállításának eszköze a vasárnapi mise. A vasárnapot meg kell szentelnünk azért, hogy felfedezzük az önmagunkkal, az természettel, az egész teremtett világgal való egységet. Tudjátok, ha egymás mellé teszem őket, akkor egy picit úgy megszólal a csengőben, hogy várjál, miről beszél ez? Ha a ti feladatok az, hogy törvényt hozzatok, és az egységet helyreállítsátok az ember és a természet között, meg az ember és a család, meg az ember és a társadalom között, én pedig megmondom, hogy ennek mi a legfontosabb eszköze, akkor egy adventista ember rögtön azt mondja, hogy várjál csak itt, mintha olyan a vasárnap törvényre lenne utalás. Igen, arra van utalás, ez kétségtelen. Nem vízharangot húzok, azt meghúzza már ő. A készfogás lehet high five is. Közben a protestánsok is egyre inkább békülnek a pápával. Nem a személyével van gond. Én örülök, hogyha jobban van valaki. Sőt, igazából szeretném, hogyha egy adventista ember leülne vele beszélgetni. Hát, ha találkozik az igazi evangéliummal, ha ugyan még nem ismeri. Itt inkább az a probléma, hogy a pápa elmondta ennek a baptista úriembernek, James Robinsonnak, hogy szerinte mi az evangélium. Egyedül Krisztusban van üdvösség. Ez James Robinsonnak annyira tetszett, hogy azt mondta, hogy adj egy high five-ot. És igaza van? Egyedül Krisztusban van üdvösség? Van valaki más, akiben van üdvösség? Nincs. Csak hogy mit jelent egy katolikus felfogás szerint az, hogy egyedül, hogy Krisztusban és hogy üdvösség? Krisztushoz egyedül az egyházon átjutsz. Az üdvösség az az, hogy a lelked felrepül az égbe. A kárhozat az az, hogy a lelked lemegy a pokolba, stb. Nem bibliai fogalmak szerint Krisztusban való üdvösségről van szó. De azért egy high five-ot megért. Úgy tűnik, hogy a protestáns, az amerikai protestáns világ már nem gondolkodik. Nem gondolkodik úgy, mint mondjuk 60 évvel ezelőtt Truman idejében. Végül eljutunk oda, ami egyébként a kedvencem, ez most júniusi hír. Az Amerikai Egyesült Államok vallásszabadságért felelős bizottsága élére egy jezsuita pap került most júniusban. Ez miért gond? Ez nem lenne gond, csak hogyha továbbolvassátok a Nagy Küzdelem című könyvet, akkor azt írja, hogy ezt a rendet direkt azért hívta életre az egyház, hogy művelt és okos módszerekkel megállítsák a protestantizmust, és ezzel a lelkiismereti és vallásszabadság terjedését. Én most nagyon finoman fogalmaztam, Ellen White ennél sokkal keményebben fogalmaz. Az, hogy egy jezsuita áll ennek a bizottságnak az élén, az számomra egy piros felkiáltójel, meg egy piros kérdőjel is. Erről nem szeretnék sok szót szólni, de a második jel. Tavaly Amerikában a legfelsőbb bíróság hozott egy rendeletet, és egy házasságot, ami egy per volt,
az a leendő házas pár, azonos neműek, kérték, hogy ismeri el őket Amerika, mint házasokat. És a legfelsőbb bíróság június 26-án egy pénteki napon, azon a napon, amikor Isten megteremtette a házasság intézményét, a legfelsőbb bíróság hozott Amerikában egy törvényt, miszerint ezentúl mindenki maga választja meg, hogy milyen nevű társat választ magának, és ezt az állam legalizálja, nyugodtan össze lehet házasodni azonos neműeknek is. Ezzel mi a gond? Azon kívül, hogy a Biblia azt mondja, hogy ez bűn. Az, hogy ez is egy folyamatnak a része. A gyarmati törvényekben, azaz amikor Amerika még gyarmat volt, akkor ezért még halálbüntetés járt. Egyáltalán, hogyha valakit rajta kaptak ilyesmény. Aztán a későbbiekben a halálbüntetés enyhült, és csak nyilvános megalázás, meg mindenféle ilyen dolgok lettek belőle. Nem egészséges dolgok ezek se, de 1962-ig az amerikai törvények minden ilyesmit szodómiának neveznek. Tudjátok, mi a szodómia? Sodoma nevéről kapta ez a kifejezés, tehát innen van a kifejezés, és azt jelenti, hogy az Isten előtt tisztátalan gyakorlat. Na most ehhez képest 1864-ben Ellen White a következőket írja. Mondom, egy olyan világban, amikor még a halálbüntetés fokozatos megszűnőben van egyébként, és még mindig nyilvános megalázás, meg szodómia, meg stb. Ilyen elnevezések járnak azért, hogyha valaki homoszexuális kapcsolatba kezd. Nem házasságról van szó. Azt mondja, felhívták figyelmemet a római levél első fejezet néhány versére. Pál apostol ezekben a versekben beszél erről a kérdésről. A Teremtő Isten megtagadása oda vezet, hogy az ember végül a saját nemét sem ismeri fel. Nem tudja magáról a férfi, hogy férfi a nő, magáról nem tudja, hogy nő. És összekeverednek a nemek. Felhívták a figyelmemet ezekre a versekre, mint a Krisztus második eljövetele előtt a világ állapotának pontos jellemzésére. Hagyj tegyek fel nektek egy kérdést, hogyha 1962-ben azt mondjátok, hogy mondjuk nekem van, hát most így nem is tudom hirtelen összeszámolni, egy jó néhány, egy kezemben már nem tudom megszámolni, hány barátom, aki ebben érintett. Ők barátaim. Nem tudnék róluk lemondani, nem tudnék az üdvösségükről lemondani. Ha 60 évvel ezelőtt azt mondom neki, hogy figyelj, ez egészségtelen, akkor ezzel semmi gond nincs. Azt mondtam, hogy egészségtelen, és az államtörvényei is azt mondják, hogy igen, ez egészségtelen. Ha most azt mondom, hogy egészségtelen, akkor főleg, ha nyíltan vállalom, akkor mi történik? Nem tudom, hallottátok-e, hogy Amerikában van, ilyen 3 éve történt, egy cukrász házas pártól rendeltek egy esküvői tortát. Az ifjú pár 2 hölgy. És a cukrász házas pár azt mondták, hogy tisztelettel azt mondták, hogy nem vállaljuk el ezt a megrendelést, mi ezzel nem értünk egyet. Azt hiszem, hogy talán mostanában zárult rá a per, de mindenüket elveszítették, földönfutók lettek, stb. Miért? Mert ez gyűlöletbeszéd, mert ez el nem fogadás, mert ez intolerancia, stb. Látjátok, annyira megváltozott a világ, hogy most már, hogyha ellene szólok, a lehető legnagyobb tisztelettel is, de ellene szólok, akkor én vagyok a rossz fiú. Akkor én vagyok a rossz fiú. Nem tudom, hallottátok-e, van egy híres amerikai orvos, Eric Walshnak hívják. Elég híres, és egy elég nagy kórháznak volt valamilyen igazgatója, de ő adventista gyülekezetekben prédikál is, és bizony erről a kérdésről is prédikált. Egy néhány hónappal ezelőtt leváltották, mert azt mondták, hogy ne haragudj, ilyen igazgató nekünk nem kell, aki ilyen intoleráns szavakat szól, és ilyen el nem fogadó. Jézus második eljövetele előtt a közhangulat megváltozik. Írja Ellen White egy olyan világban, amikor ez még egyáltalán nem volt terítéken, egyáltalán nem. Maximum művész világban. Ez egy nagyon aranyos kép, ezt ne felejtsétek el. A szivárvány még mindig Isten ígéreteinek a szimbóluma. Nem a Pride-nak a szimbóluma, Isten ígéreteinek a szimbóluma. Mi az ő ígérete? Az, hogy nem veszítem el a földet özönvízzel többé, szövetséget kötök minden élővel. A kegyelem szimbóluma, ne felejtsétek el. Nem a Pride, nem a büszkeség szimbóluma, a kegyelem szimbóluma. A Biblia szerint a szivárvány. A harmadik kedvencem a zene. És ez egy nagyon érzékeny kérdés, és tudjátok, én egy olyan típusú ember voltam, akit leginkább arról ismertek, hogy hát volt, hogy egy zenész azt mondta, hogy te ilyen inkvizítor vagy, ugye? Nos, el kell mondanom nektek, hogy ezeket a dolgokat ma már szégyellem és átgondoltam. De vannak bizonyos alapelvek, amiket sikerült megértenem. Nyilván nem a saját ízlésem alapján, hanem az Úr vezetett el rá. Azt olvastam,
Ellen White, szintén Ellen White írásaiban, hogy Jézus második eljövetele előtt, a próbaidő lejárta előtt a keresztény zene is megváltozik. Dobok, zene, tánc kíséretében fognak kiáltozni. És mindezt a Szentlélek hatásának nevezik. Amikor ezzel először találkoztam, ez nekem elég sokkoló volt, és elkezdtem utána járni, hogy mit is ért ez alatt. És ha nem tudom, mennyire tudjátok, Ellen White-nak rengeteg írása van a zenéről, a zene kérdésről. És azt mondja, hogy a végidőben ez nagy kérdés lesz. És ifjúsági rendezvényekről is ír. Azt mondja, és itt konkrétan egy ifiről van szó. Angyalok lebegnek a ház fölött, ott jönnek össze a fiatalok, ének és zene szó hallatszik, keresztények gyűltek itt össze, de mit hallani? Üres dalocskát, inkább táncterembe illőt. Éme a tiszta angyalok, ugye az angyalok közelednek a házhoz. Utána összevonják világosságukat, sötétségbe borul a hajlék. Ezt láttam megismétlődni néhányszor a szombat ünneplők soraiban. Nyilván ez egy látomás volt, és engem nagyon elkezdett érdekelni, hogy jó rendben, uram, azt értem, hogy azt mondod, hogy van a zenében jó és rossz, de mi? Ez a legnagyobb kérdés. És tudjátok, az a szép, hogy mi egy nemzetközi egyháznak vagyunk a tagjai. Mi egy nemzetközi egyház vagyunk. Egy nemzetközi közösség, egy nemzetközi mozgalom. Ha megnézitek, azért tettem be ezt az illusztrációt, itt tényleg mindenféle nép, nemzet és nyelv képviselteti magát ezen a képen. És a hetednapi adventista egyház ilyen. Amikor külföldön voltunk, olyan dallamokat, olyan harmóniákat hallottunk, és olyan zenékben volt részünk, amiről nem tudom azt mondani, hogy európai, de nem tudom azt mondani, hogy csúnya. Csak ilyen szinten tudunk mozogni. Csak ilyen szinten lehet gondolkodni. Miért? Mert az evangélium úgy szól, pontosabban az evangélium megbízás úgy szól, hogy minden nép, nemzet, ágazat és nyelv felé közölnünk kell ezt az evangéliumot. És a Jóistennek van egy nagyon-nagyon jó módszere arra, hogy hogyan adjon nekünk úgy irányelveket, hogy ne az én ízlésem, az én meggyőződésem, az én kultúrám határozza meg, hogy mi az Istennek tetsző zene. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a hetednapi adventisták hogyan hoznak döntéseket, irányelveket, inkább így mondom. Robi nem válaszolt, mert ő tudja. Nem tudom, tudjátok-e. Tehát mondjuk nálunk van egy Ted Wilson, és akkor Ted Wilson azt mondja, hogy ezentúl ilyen zenét hallgatunk. Igen vagy nem? Nem. Akkor nálunk van egy, mit tudom én, összehívunk egy bizottságot, és a bizottság az a 10 fő vagy 20 azt mondja, hogy ezentúl ilyen zenét hallgatunk, és igen vagy nem? Igen vagy nem? Nem. Hogy működik ez a hetednapi adventistáknál? Hogy működik ez a mennyben? És most egy picit szeretném, ha éreznétek a súlyát annak, ami ezen a képen látható. Tudjátok, hogy ez mi? Ez itt egy 60 ezres tömeg körülbelül. Amikor a hetednapi adventisták bármiben döntést akarnak hozni, akkor nem egyenként eldöntik, hogyha ilyen nagy volumenű kérdésekről van szó, különösen olyan kérdésekről, amik tehát Ellen White előre 100 évvel ezelőtt kijelentett, vagyis hát Ellen White által az úr, hanem összejön az egész generálkonferencia minden kultúrából, minden népből, minden nyelvből, mindenki, aki az advent üzenetet elfogadta, és együtt, közösen hoznak közös döntést. Nekünk, adventistáknak van egy olyan könyvünk, hogy gyülekezeti kézikönyv, és ez a gyülekezeti kézikönyv nem úgy néz ki, hogy összeült 15 teológus, hanem hogyha abban egy mondatot át kell írni, akkor ez a társaság, pontosabban ebből a társaságban, a 60 ezeres társaság mondjuk olyan 2500 fő volt a mostani küldöttek létszáma, minden országból, minden területről, minden egyház területről, minden unióból van valaki. Minden kultúrának, minden népnek, minden nyelvnek van szava ebben. És együtt hoznak döntést, hogyha egy mondatot át kell írni, azon ülnek lehet, hogy egy negyed órát, fél órát, vagy egy napot, és együtt gondolják át. Tudjátok, hogy a mennyben is minden így működik? Az Úr nem egyszerűen azt mondja, hogy ezen túl így lesz, hanem azt olvasom Ellen White Jézus élete című könyvben, hogy amikor Sátán, a legutolsó fejezet legvégét olvassátok el, visszaemlékezés van a nagy küzdelem kezdetére. Sátán megvádolta Jézust. De hol? Az atya előtt? Nem. A mennyei angyalok serege előtt, és az el nem bukott világok képviselői előtt. A Bibliában azt olvassuk, hogy nem egy világ van. A Bibliában azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus által az atya világokat teremtett. Nem a NASA találta ki azt, hogy van más bolygón is élet. Ezt a Biblia találta ki, pontosabban nem kitalálta, hanem közölte velünk. És azt olvassátok a Jézus élete című könyv végén,
És ebbe a jelenetbe beletekinthettek Jelenések könyve 4. és 5. fejezetében, hogy a világegyetem különböző tájairól követek érkeznek, és követek fogadják Jézust, ahogy bevonul a mennybe. Az Atya nem saját hatáskörben intéz mindent, mindig mindent elétár az angyalok elé, és ha emlékeztek az egyik mottóigénkre, nem csak az angyalok elé, hanem az ő szolgái elé is. Semmit nem cselekszik addig, míg nem szól nekünk, mert Isten a szeretet. Isten a szeretet a földön, és Isten a szeretet a mennyben is. Mindent elmond az angyalainak, és mindent elmond a prófétáinak. Tudjátok, ugyanezt a modellt szeretné megvalósítani az Úr itt lent az ő földi egyházában. Abban a közösségben, abban az egyházi közösségben, abban a mozgalomban, amelyet ő arra hívott el, hogy az egész világon, minden kultúrában, minden nép között hirdessék az evangéliumot. Ezért minden kultúra és minden nép közül kell, hogy jöjjenek képviselők, delegátusok vagy küldöttek, hogyha bármiben döntést kell hozni. És mi az egyik alapvető dolog, amiben a hetednapi adventisták ismertek a világ előtt, de ez mondosszon kívül. Mi az az egyik alapvető dolog, amiben ismertek vagyunk? Miről ismeri az adventistákat a világ azon kívül, hogy szeretetteljesek és nem törvényeskedők is? Bár így lenne. De az, amiről tényleg ismernek minket, mondjuk Loma Lindára, ha gondoltok, vagy Vímára, vagy hangosan. Egészség. Egészség, vagy a reggeli műzlire, ugye? Általában erről ismernek minket. Tehát, hogyha mi egy kérdésre választ akarunk adni, akkor nem kulturális választ adunk, hanem azt mondjuk, hogy mi az egészségnek a legjobb. Képzeljétek el, hogy még a zenére is lehet ilyen választ adni. Ez egy egyetemi cikkből egy részlet, azt mondja, hogy a zeneterapeuták azt mondják, hogy bizonyos típusú zenék, úgy mint a rock, vagy a szinkópáló ritmusok, kikapcsolják a homloklebenyt, és ezek képtelenné teszik az embert helyes döntések hozatalára. Most ennek a nyoma, ezt a fajta egészség alapú gondolkodásmódot nyilván a generálkonferencia szemügyre vette, és ez alapján a gyülekezeti kézikönyvbe belekerült ez a pár mondat. És ezt szeretném, hogyha elolvasnánk. Nagy gondot kell fordítanunk, ez nem Ellen White, ez az, amit a generálkonferencia együtt ismert fel. Ez az egyház közös álláspontja minden kultúrából, népből, nemzetből és nyelvből. Nagy gondot kell fordítanunk a zene kiválasztására otthonainkban, társas összejöveteleinken, iskoláinkban és gyülekezeteinkben. Kerülnünk kell minden olyan dallamot, amely jazz, rock vagy ehhez hasonló vegyes műfaj tulajdonságaival rendelkezik, és minden olyan nyelvezetet, amely ostoba vagy léha érzelmeket fejez ki. Ez még eddig szép is lenne, hogyha én nem lennék érintett mondjuk mind a két műfajban. Én nagyon sokáig hallgattam rockzenét, minél keményebb volt, annál jobb, úgyhogy adventista családban nőttem fel. Ezt nem mondjátok el senkinek. De tényleg így volt. Rászoktam, és tetszett. Tele van energiával. Levezethettem a 10 éves kori frusztrációimat, a dühömet, stb. Aztán rájöttem, hogy igen, ez így nem jó, nyilván az Úr elvezetett oda, és akkor maradt a jazz. Úgyhogy ez nekem ilyen kettős éles tör volt, amikor pont ezt a két műfajt olvastam, mert a jazzről még nem gondolná az ember, az még egy olyan kis... Az nem is könnyű zene. A jazz nem könnyű zene. A jazz komoly zene. Komoly felkészültség kell hozzá, hogy valaki játszani tudja, érteni tudja, stb. Mégis valahogy a világközössége jutott erre az álláspontra, és azt hiszem, hogy nekem választ nem a bennem lévő érzelmek adtak erre, hanem ez, amit itt olvastam. Hogy elkezdtem végig gondolni azt, hogy jó, a jazz milyen hatása van rám. El kell, hogy mondjam nektek, hogy én egyetem alatt hallgattam a legtöbb jazzt, és ennek az lett a következménye, hogy néhány tárgyból megvágtak. Miért? Mert képtelen voltam tanulni. Miért? Mert depressziós lettem. A jazz depressziót okoz hosszú távon. Ezt el tudom nektek mondani. Naponta több órát hallgattam, volt egy ilyen időszak, és aztán azt vettem észre magam, hogy olyan szinten melankolikus vagyok, és érzelmileg befolyásolható, hogy tudom, hogy közeledik az analízis vizsga időpontja, de egyszerűen nincs bennem hajtóerő, hogy én most elkezdjek tanulni. Leginkább otthon maradtam volna behúzni a függönyt a kolesz szobámba. És tudjátok, hogy ez mikor ért véget? Amikor egyszer határozottan leállítottam a saját zenehallgatásomat. És elkezdtem, nem azt mondom, hogy komoly zenét hallgatni, de tudjátok, hogyha egyszerű gyülekezeti énekeket, keresztény énekeket hallgatok, aminek tartalma van, és az a tartalom titeket az Úrhoz emel, ahol a szöveg és a dallam és a ritmus és a harmóniák összedolgoznak, és mind épít, mind a négy együtt, azok a zenék képesek az embert kihozni a depresszióból. A zene hatalom, ezt írja Ellen White.
Lehet arra használni, hogy bálvány legyen, és elvakultságban tart, de lehet arra is használni, hogy a lelket felemelje. Miért beszélek erről? Mert Ellen White azt írja, megismétlem újra, hogy a próbaidő lejárta előtt jelennek meg ezek a jelenségek a kereszténységben. És akár az adventizmusban is. Ilyen jelenségekkel, hogyha találkoztak, mindig erre gondoljatok. Várjatok csak, akkor lehet, hogy hamarosan hazamegyünk, nem? Nem? Bármilyen válságjelenséggel, ha találkoztak, mindig gondoljatok erre. Hamarosan hazamegyünk. És van egy negyedik pont, amiről szeretnék beszélni. A kiemelt országokat kb. Felismeritek, ugye? Ez egy Wikipédia kép, 2016. szeptemberében, tehát e hónapban lett frissítve. Itt van, ez itt Közép-Amerika, ez itt Dél-Amerikának egy csücske, ez itt Afrikának az országai, Ázsia, itt van India, és a szigetvilág Dél-Ázsiában, Dél-Kelet-Ázsiában. A Wikipédiának abból a bejegyzéséből vettem ezt a képet, ami a jelenleg folyó aktív fegyveres konfliktusok által érintett országokat mutatja. Tehát ennyi országban van jelenleg háború. Majd, hogy nem az egész földet le lehetne rajzolni, nem? Főleg, hogy Észak-Amerika nincs itt, pedig Észak-Amerika mindenben ott van, csak náluk nincs háború. Gyakorlatilag az egész föld érintett ma valamilyen szinten fegyveres konfliktusban. Azt írja Ellen White 1883-ban, hogy hamarosan nagy bajok támadnak a nemzetek között, amelyek nem érnek véget addig, míg Jézus el nem jön. A világ egyre törvényszegőbbé válik, és itt most a vallásszabadságról kezd beszélni, de csak az első mondatot hagy emeljem ki. Jézus azt mondja nekünk, hogy az idők végén nemzet támad nemzet ellen, ország ellen, hallanatok kell háborúkról, háborúk híreiről. Ellen White ezt megerősíti Jézus után 1800 évvel, és azt mondja, hogy hamarosan nagy bajok támadnak a nemzetek között. 1883, milyen kort élünk? Túl vagyunk az amerikai függetlenségi háborún, túl vagyunk az amerikai polgárháborún, végre Amerika kezd megnyugodni. Kalifornia egyre gazdagodik a 80-as években, egyre inkább jön az arany, épülnek az amerikai városok, a nyugati parton is most már. Elérünk 1900-hoz, a századfordulót mindenki egyfajta lelkes álmodozó várakozással várta, hogy belépünk a béke évszázadába. 1900-ról beszélek. Mondjuk úgy 14 éven belül a béke évszázadában mi következett? Hangosan. Első világháború. Aztán eltelik egy néhány év, nyugalomban és csendben, dehogy is. Jön a második világháború, aminek a legfőbb oka az első világháború volt. Aztán utána jön a hidegháború, aztán vagyunk itt. Nem értek véget a háborúk, de lehet, hogy valaki azt mondja, hogy háborúk mindig is voltak. És ezzel egyetértek. Nem lehet azt mondani, hogy azért teljesedik ez a jel, mert most ennyi háború van. Én egy egész másokat látok. Mert háborúk tényleg mindig is voltak. Mutatom a következő képet, és rá fogtok jönni, hogy mire gondolok. Miért furcsa az, hogy most is vannak háborúk? Mert hogyha beírjátok Google-be, hogy békeszerződés, akkor tonna számra találjátok az érdekesebbnél érdekesebb történelmi adatokat, tényeket, fényképeket, stb. Csak az elmúlt 50-60 évből. Tele vagyunk békeszerződésekkel, most már van ENSZ-ünk, ami a biztonságért felel, meg van NATO, ami aztán ugye közös fegyveres erő. Átéltük a holokausztot, ami egy életre megtanította az embert arra, hogy a gyűlölet és a háború nem old meg semmit. Egy életre megtanultuk? Megtanultuk? Erről van szó, látjátok? A világtörténelemben mindig voltak háborúk. De számomra a legfurcsább az, hogy éppen most, még most is vannak háborúk. Most, amikor már annyi mindent felismertünk. Az ókorban meg a középkorban nem voltak ilyen nagy békeszerződések. Az ókorban meg a középkorban is voltak békék, természetesen kössünk békét, miután legalább az egyik félnek elfogyott a hadserege, vagy lehet, hogy már mind a kettőnek. De ilyen nagy felismerések, a tudomány ilyen szintű előrehaladása, a béketörekvések ekkora előrehaladása, emberi jogok nyilatkozata, ENSZ és stb. Ezek nem voltak. Alapvető szabadságjogok felismerése, ez mind a 20. század terméke, csak úgy, mint az első és a második világháború, a holokauszt, a hidegháború, az öbölháború. Látjátok, nem arról van szó, hogy ne lett volna háború régen, hanem arról van szó, hogy már mindent tudunk arról, hogy miért rossz a háború. És mégis van háború. Egy ilyen világban, egy ilyen mindentudó világban, mint a miénk, hogy még mindig van háború,
ez a legfurcsább. Desmondos kapcsán ezt a képet azért betettem. Ez a II. Világháború végén, amikor Japánban aláírják a békeszerződést. Japán és Amerika is aláírja, pontosabban a japán a kapitulációt, ami nyilván békét is jelent. Itt láttok, azt hiszem, hogy Jordánia és Izrael, Egyiptom és Izrael. Érdekes, hogy egy amerikai elnök mindig ott van a középen. Beírom, hogy békeszerződés, és mindig amerikai elnököket találok középen. Amerika a nagy békítő. Úgyhogy ezek szerint most már béke van Jordánia és Izrael között? Nem. Béke van Egyiptom és Izrael között? Nem. És a lényeg még csak most jön. És ez most már Magyarország és aktualitás. Magyarországon nincs háború, Magyarországon még csend van. De én inkább azt mondanám, különösen most így szeptember végén, október 2. előtt, hogy ez a csönd egy inkább ilyen feszült csönd. Ti nem érzitek? Egyedül vagyok ezzel? Vagy nem? Ők tudjátok kik. Az a bizonyos arctalan tömeg, akikről mi csak úgy beszélünk, hogy amigránsok. És csak vonulnak be az országba. Sokan szeretnék azt a képet festeni a magyar emberei, hogy ezek csak vonulnak be és jönnek. Nem, ezek inkább átmennek. Tehát mi azért annyira nem vagyunk álomország. Norvégia azért egy picit jobb, meg Németország is. De akárhogy is konfliktusok vannak, igenis van, hogy bajt csinálnak ezekből, tehát ezt kár titkolni. De nyilván, amilyen hangolás megy, az nem az evangélium hangja. De akkor miért van ez az egész? Miért engedi meg az Úr, hogy amikor már legalább a magyar ember megtanul békében élni, II. Világháború óta itt olyan nagy problémák nem voltak, miért van az, hogy most megjelennek, úgymond idegenek az országhatáron, és átvonulnak rajtunk, stb. Kétféle magyarázatot hallok. Az egyik magyarázat az az, vagyis inkább kétféle álláspontot látok, és előrejelzem, hogy az én álláspontom egy harmadik. Az egyik álláspont az, hogy szegények háború elől menekülnek, és adjunk nekik menedéket. Ez így rendben is van, de nem feltétlenül mindenki háború elől menekül. A másik álláspont az, hogy senki nem háború elől menekül, ez az egész egy kamu, ezek csak jobb életet vadásznak, és elveszik a mi szép, nyugodt, csendes Európánkat. Egy hetednapi adventista álláspont vajon mi? Ismeri valaki ezt az úri embert? Őt úgy hívják, hogy Homer Trekartin. Ő, tudjátok, az egyház, a föld kerekség minden pontján ott van, és úgynevezett divíziókra van felosztva, mondhatom így. Most ő is egy divízió, egészen pontosan annyira kicsi a divízió, hogy csak unió, de ebben is ne is menjünk bele. Ő egy ilyen nagy területi egységnek a elnöke. Igen. Mégpedig a Közel-Kelet és Észak-Afrika nevű egységnek az elnöke. És ő tavaly a generálkonferencián tartott egy félórás előadást, ami nekem azóta is ott van a szívemben, meg ott van a fejemben, és annyira emlékszem minden szavára. Tudjátok, miről beszélt? Az arab világban ott van 500 millió arab. Észak-Afrika, Közel-Kelet. 500 millió muszlim ember. És jut rájuk, javítsatok ki a tévedek, 3000 adventista. Ebből az következik, hogyha minden nap, tehát minden egyes naptári napon egy adventista ember, egy muzulmán emberrel megismerteti az örömhírt, az evangéliumot, Krisztust, akkor csekély 400 év alatt az egész Közel-Keleten végigmegy a misszió. De hogyha valahol megakad ez a lendület, és egy napot kihagysz, akkor a 400 évből nagyon hamar 800 év lesz, ugye? Vagy még több. Tehát, hogyha csak két naponta jársz, és csak két naponta győzöl meg egy embert, akkor már 800 évnél tartunk, stb. Szorozzátok be. Ez az ember arról beszélt, hogy gyakorlatilag majdhogy nem a lehetetlen kategória az, hogy bemenni közéjük, és az evangéliumot átadni. Miért? Mert olyan zárt társadalmak vannak, és olyan erőteljes vallási nyomás. Az iszlámból nem lehet csak úgy kilépni. Az életedből lépsz ki, hogyha az iszlámból kilépsz. Veszélyezteted magadat, a családodat, stb. Beszélt olyan emberekről, akik úgy keresztelkedtek meg, nem akarták az ország törvényeit áthágni, ezért átmentek a határon, ott keresztelkedtek meg adventistának, és utána visszamentek a saját anyaországukba. Igaz, hogy már az is illegális, hogy keresztények, de legalább annyit megtettek, hogy nem belföldön keresztelkedtek meg, hanem külföldön. Gondoljatok bele, milyen körülmények között, hogyan tartanék mondok egy országot, Iránban egy ilyen ifjúságit. Hogyan jöhetnék el közé? Hogyan beszélne Robi?
hogyan beszélhetnék én ezekről nektek? Sehogy. Nincs olyan, hogy nagy ifjúsági alkalom, nincs olyan, hogy összejövünk adventista fiatalok, és ismerkedünk, és barátkozunk, meg énekelünk közösen. Egy másik előadásában hallottam, hogy összejöttek fiatalok családi házi bibliakörre, és így kellett énekelni. Így énekeltek, hogy a szomszédok meg ne hallják, hogy ők keresztény énekeket énekelnek. Szóval a miértre lehet, hogy valahol itt kell keresnünk a választ. És úgy gondolom, hogy az igazi hetednapi adventista válasz az az, hogy az Istennek ez az evangéliuma, az Isten országának ez az evangéliuma, hirdetetik a világon, hol? Európában, Afrikában és Dél-Amerikában mondjuk, nem? Mit ír? Mit mond Jézus? Minden népnek. A minden népnek abba az, a muszlim, az iszlám világ is benne van. Belegondoltatok ebbe? Tehát az az 500 millió ember is beletartozik. Na most, tavaly nyáron, amikor ezt meghallgattam, ezt a beszámolót, ugye én akkoriban kezdtem képbe lenni azzal, hogy mi indul meg itt Magyarország felé. A migráns válságnak még akkor éltük az elejét gyakorlatilag a nyáron. És nekem akkor esett le az, hogy tudjátok, ha nem tudtunk elmenni minden nép, nemzet és nyelv közé, akkor lehet, hogy az Úr lesz az, aki elhoz közénk minden népet, nemzetet és nyelvet. Ezek az emberek kimozdultak a saját kultúrájukból. Voltam az Adrával én is a határon, hoztattunk nekik élelmiszert, meg ruhát, meg amire szükségük volt. Annyira egyébként nem volt rá, tehát mondjuk ruhára nem volt annyira nagy szükségük, élelmiszerre igen, éhesek voltak. Rengeteg fiatal van köztük. Vannak, akik ebben potenciális katonákat látnak, vannak, akik ebben szerencsétlen menekülteket látnak, én viszont azt látom, hogy az Úr kimozdítja a népeket a helyükről. És amikor a népek megmozdulnak, az nekünk, adventistáknak egy lehetőség, mert mi mindent egy oldalról nézünk. Arról az oldalról, hogy elmenvén a széles világra, tegyetek tanítványokká minden népeket, hogy az Isten országának ez az evangéliuma minden népnek hirdettetik. Kérlek benneteket, hogyha a migráns válságra gondoltok, erre gondoljatok elsősorban. Nekünk nem az a dolgunk, hogy most megmondjuk, hogy ki terrorista vagy ki nem. Én nem tudom azt mondani, hogy nincsenek köztük. Biztos, hogy vannak, egészen biztos. De azt tudom, hogy a mi feladatunk az, hogy az evangéliumot átadjuk. És ami Európának egy nagy veszteség, vagy valami tragédia, vagy nem is tudom, vagy egy újabb nagy konfliktushoz rakja össze most a történelem a saját színpadát, a számunkra egy lehetőség. Kérlek benneteket, hogy gondolkodjatok ezen. Kelj fel, világíts, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert íme sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad meglátszik. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a neked feltámad fényességhez. Igen, köszönöm, maximálisan ide passzol. Nagyon jó, hogy ezt felhoztad, ezt az igét. Látjátok, nekünk mindig az evangélium szempontjából kell hirdetni, és hogyha valaki az utunkba kerül, legyen az egy gazdag, egy szegény, egy migráns, vagy miniszter, vagy bárki. Nekünk egyetlen egy feladatunk van, és egyetlen egy szempontunk. Az Isten országának evangéliumát, az örömhírt átadni. Az örömhírt átadni. Szóval, itt van négy jel, amit 120 éve talán el sem hittél volna. Hogyha te is 1888-ban élsz, nem biztos, hogy elhiszed, hogy a szakadék átnyúl a kéz fölött. Mert olyan volt a történelmi helyzet. Most már igaz. Hogy a nemek összezavarodnak 1864-ben, teljesen lehetetlen volt. A 60-as évek óta, és különösen 2015 óta ez egy teljesen normális dolog. Dobok, zene, tánc kiáltozása, zene megváltozása. Ugye a 60-as évek végétől indul, nyilván a beat korszakkal együtt a keresztény zene is kezd megváltozni. 1901-ben írt erről. Akkor egyetlen egy ilyen pontszerű jelenség volt ez, egy tábori összejövetelen. De én azt látom, hogy a keresztény zene igencsak megváltozott azóta. Szerencsére az Isten úgy rendelte, hogy legyenek irányelveink, és ezeket érdemes átgondolni, és még akkor is, hogyha a saját ízlésünknek ellentmond. Feszültség a nemzetek között. Ugye Ellen White leírja 1883-ban a nagy békekorszak várakozása századfordulón, az 1900-as évek hangulatáról rengeteget tudtok olvasni, hogy mennyire várták a századfordulót, hogy most jön a békekorszak. 14 év telik el, és beüt az első olyan nemzetközi konfliktus, ami a modern világ első nagy konfliktusa, és azóta ez nem állt meg. Még úgy sem, hogy már mindent tudunk arról, hogy mi a béke. És mindegyikben mi a közös? Nézzétek, a szakadék fölött átnyúló kéz az Isten népe ellen vívott végső csata kezdetén.
Ezt írja a nagy küzdelemben, ugyanabban a szövegkörnyezetben. A nemek összezavarodása, azt olvastuk Krisztus második adventje előtt. Dobogzene, tánc, kiáltozás. A próbaidő lejárta előtt. És végül feszültség a nemzetek között, azt mondja, nem érnek véget addig, míg Jézus el nem jön. Gyakorlatilag négy olyan dolgot mutattam, igyekeztem bemutatni nektek, ami mind közvetlenül utal, és közvetlenül előre mutat Jézus második eljövetelére. Amikor ezek a mondatok lelettek írva, ezeknek a valósághoz még semmi közük nem volt. Nem voltak aktuálisak. Ezek most lettek aktuálisak az elmúlt 40, 50, vagy inkább 10-20 évben, vagy 1-2 évben. Úgyhogy ne felejtsétek, Jézus azt mondta nekünk, most mondtam nektek, most szóltam nektek, hogy amikor majd meg lesz, higgyetek. Nem az a dolgunk, hogy megijedjünk a jelektől, az a dolgunk, hogy a jelekben felfedezzük azt, hogy az Isten a szeretet. Mindig mindent előre megmond. Mindig előre szól. Nem dob be minket csak úgy a kemencébe, hanem azt mondja, hogy előre szóltam, ha látod, akkor higgy. Én azt szeretném mindezekkel elérni nálatok is, hogy amikor ezeket látjátok, akkor higgyetek. Jézus közelebb van hozzánk. Jézus sokkal közelebb van hozzánk, mint egy generációval ezelőtt, vagy kettővel ezelőtt. Nagyon-nagyon közel van. És szeretném, hogyha ebben az örömben élnétek, nem feszültségben, hanem a várakozás örömében. Köszönöm a figyelmeteket, ámen.